A Hora Kft. Első alkalommal van jelen a Bábonai Gazdanapokon, amely már a 36. a sorban, és hát rögtön ki is tett magáért, hiszen a katalógusnak a hátoldalán jelent meg egy egész oldalas anyaggal. Miért gondolták azt, hogy itt kell lenniük ezen a rendezvényen? Nagyon sok mezőgazdasági épületet építettünk az utolsó 20-25 évben, és úgy gondoltuk, hogy most jött el az az idő, amikor meg kell jelennünk ezen a rendezvényen, hogy bemutassuk azt, hogy eddig amiket csináltunk, azokra büszkék vagyunk, és hát ha innen további kapcsolataink keletkeznek a kiállítással kapcsolatosan. Mi az a kínálat, tehát az a tevékenység kínálat, amit a partnerek számára tudnak ajánlani? Gyakorlatilag egy komplex tervezéstől, pályázatírástól, kivitelezésen keresztül bármit meg tudunk csinálni, ami szükséges ahhoz, hogy pályázati anyagokat le tudják adni a gazdák, elszámolhassanak, és maga az épület is legjobb minőségben reményénk szerint el is készüljön. A gyártási tevékenység az tulajdonképpen miben nyilvánul meg? Abdán, illetve Mosonudvaron van 12 000 négyzetméteres lakatos üzemünk, ahol mi gyártjuk le az acélszerkezeteket, saját magunk állítjuk fel. A cég saját létszámmal kivitelezi a betonozási, monolit szerkezetépítési munkákat, padlókat, földmunkákat, gyakorlatilag A-tól Z-ig végig tudjuk vinni az egész építkezés saját létszámmal jóformán. Egyedül a gépészet villanyszerűs az, amit a vállalkozóval csinálunk ebbe az egészben. Néhány referenciát meg lehetne említeni itt partnercégek részéről, amiben a cég vett részt, akár mint generál kivitelező, akár mint esetleg részbeni bedolgozó. Tehát jelen pillanatban több helyen dolgozunk, Nemesszalókon építjük az Agrár Zrt-nek a fejőházát, két istállóját, térbetonokat, Dunakilitin építünk egy másik fejőházat, a Dunakiliti Agrár Zrt-nek, Darnózselin is ott vagyunk, ott is istállókat építünk, tehát mondjuk a mezőgazdaságban jelen pillanatban ezek mennek, de építettünk Nagyszent Jánoson istálló silótereket, Inicia Zrt-nek Ikrénybe is építettünk biogáztartályokat, térbetonokat, bármit.